kisasszony. Jó napot. Claude Monet. Giverny, Franciaország, 1920. François Thibault Sisson vagyok. A Litantól. Az újságtól. Én írtam önnek, Monsieur Monet. Legalább a nevemet jól tudja. Jó kezdés. Én pontosan jöttem. De itt bolyongok a kertben, és keresem önt. Igen, elég piros a képe. Majdnem cinóber. Újságírók. Most mind kíváncsi rám. Interjúk, cikkek. Nem volt mindig így. Mi újra láttuk a világot, de a világ sokáig nem akart megérteni minket. Jöjjön, mi lesz már? Impresszionistáknak neveztek minket. A víz festői voltunk, a fényé, a színeké. Mi megelőztük a korunkat. Megtörtént események, korabeli levelek, feljegyzések és interjúk alapján. Párizs 1862. Reggel 8-kor kezdenek természet utáni rajzzal. A modellünk minden héten bemutat egy klasszikus pózt, és ha figyelnek, megértik a régi mesterek tehetségét. Segítek, hetente kétszer eljövök, hogy kijavítsam a kísérleteiket. És mikor festünk, Monsieur Gleyr? A kezdő előbb rajzolni tanul, aztán a színek elrendezését a palettán. Én festeni jöttem. Hetek óta ecsetet se láttam. Majd megszokod. Mondja csak, Monsieur Monet. Kinek a klasszikus tartását vette fel a modellünk a héten? Tiziano. Tessék. Tiziano. Renoir. Tiziano, jöjjt, Monsieur. Nagy apor ide bent, uram. Műterme. A műtermem? A műtermem odakint van. Mindig a szabadban fest? Én találtam fel. Azt hitték, megőrültünk. Miért a többes szám? A bagázs miatt. Renoirral és Basillal Gleyr akadémiáján találkoztam. Barátok, akiket sosem tudnék elfelejteni. Az én apám nem tartja rendes foglalkozásnak a festést.
Megállapodtunk, vagy elvégzem ezt az akadémiát, vagy kitagad. Nem látja a családot, hogy világhírű leszel? Mindannyian, Basil. No, ne. Át kéne vennem a családi szatócsboltot. A tengernél. Feláldoznád magad a pulton. Hiányzik ez neked? A tenger hiányzik. Fog a zöldség is. Ha nem látom a tengert, leélem az életemet Le Havre-ban karikaturistaként. Beleszédültem. Én meg ezektől szédülök el. Nem tudom, festő lennék-e, ha Isten nem teremt szép melleket. Nekem ez csak hobbi. Közben leteszem az orvosi vizsgámat. Ah. Én virágokat festek porcelánvázákban. Szabónak kéne lennem, mint az apám. Ez én vagyok? Nem is ilyen nagy az orrom. Ez egy gyönyörű orr. Köszönöm. Mosó nő vagy? 10 éves korom óta. Ó, de gyönyörű kezek. A partra jártam le iskola helyett. Nem szerettem a szabályokat akkor sem. Volt bennem valami eredetiség. Valami, amit ha megtalálok, az kijelöli az életem irányát. Szóval az ön ihlete a természetből ered, és nem más művészektől. Az ihlet nem jó, ha önmagában áll. Olyan, mint a cukor. Amikor használjuk, beletesszük valamibe. Én nagyon szeretem a kakaóban reggel. Vagy szilvával, sőt paradicsommal, mert kell egy kis lökés. Ön kitől kapott lökést? Ettől attól, több alkalommal. Már nem élnek. Na, és kik segítették tovább akkor, amikor Párizsban tanult? Renoir és Basil. De volt még valaki, akihez sokáig nem jutottam el, de ismertem a műveit. Mert minden újdonság vele kezdődött. Amikor Manet képeit néztem, véget ért egy világ, és elkezdődött egy új. Az ő képein a nők nem szokványosak voltak. A nagy múzsája Victorine Morin volt. Nézzen rám, Victorine. Egyenesen rám. Fordítsa felém az arcát, és nézzen rám. Nem fest úgy a vászorra, hogy magára nézek, ugye? Isten vagyok. Kerubok köröznek a fejem körül. Ez Párizs 862-ben. Ezekből csak egy igaz. Ez Párizs, 1862. Hát így élünk most. Ezt tette magával, hogy puritán házban nőtt fel. Valószínű. Mi a véleménye a képemről? Kijavítottam. A véleményét kértem. A véleményem az volt, hogy ki kell javítani. Degas is kijavítaná? Nem, mert a sértés volna. Tudja, maga még kezdő? Maga meg egy öreg mester, mi? A mestere vagyok, ha a műtermemben van. Pihenhetek egy kicsit? Nem. Görcsöt kap a hátam. Nézzen ide rám, nézzen az arcomba. Pár percig csak emlékszik rám. Nem, csak azt festem, amit látok. A barackok nem sokáig bírják, de addig csak használja őket. Susan volt a kikötője. Akkor tájt házasodtak össze. 3 óra. Adott magának enni? Nem. Akkor nem hibáztathatja, ha megeszi a csendéletet. Akkor is ezt teszi, ha én ülök modellt. Biztosan fázik. A szalon. Párizs 1863. Manet azt mondta, a szalon volt a csatatere. Az állami művészeti kiállítás. Sajnos szerinte a szalonnak olyan művészek kellettek, akik a francia birodalmat építik. Legendával, angyalokkal, dicsőséggel, szépen kidolgozott történelmi képekkel, kéz a kézben a politikával. 3. Napóleon császár ízlése szerint. Tudja, ez az évenkénti kiállítás volt az egyetlen reményünk, hogy bárki lássa a képeinket és megvegye. A kiállítás elnöke Marquis de Chinevière. Az ő keze adott szabad utat azoknak a művészeknek, akik behódoltak neki. Uraim! Vénusz festője Cabinel.
Ő felsége fontolgatja, hogy megveszi a gyűjteményébe. Nézzék, ahogy izzad. Igazi ambrózia lila. Gyönyörűen kidolgozott. Finom árnyalatú a bimbo. Az egyik kitüntetett művésztől, úgyhogy nem is szavazhatunk. Szent Isten! Ki produkálta ezt a förmedvényt? Hm? Miért csinálta ezt? Ez a festő degenerált. Mint a súroló kefével festette volna. Anatómiailag sem stimmel. A világ úgy tekint ránk, mint a civilizáció ormára, de ez a kép vadembert csinál belőlünk. Azt hihetnénk, hogy a mi nagyszerű művészet történetünk meg sem történt. Elutasítva. Abban az évben annyi festményt utasítottak el. Olyan sok művész panaszkodott, hogy a császár engedélyezte az elutasított képek külön bemutatását. Az elutasított képek kiállítása 1863. május 15-e. És amikor Párizs meghallotta, hogy egy mesztelen örömlány ül az erdőben fiatal ficsúrok között, reggeli a szabad. Bizony mind látni akart. Nem mesztelen, hanem leplezetlen. Olyan fehér a teste. És szinte kilép. Milyen sötét ruhák. Befejezetlen. Olyan egyszerű. Látszik az ecsetnyom a vásznon. Azok a tágas fények azonosulnak a természettel. És a nő ránk néz. Látszik, hogy mit tettek. Ez a valóság. A világunkat festette. Édouard Manet, reggeli a szabadban. Amikor a reggelit láttam, azt láttam, amifelé mentem. Nem az ókori Rómát, vagy Hellászt, vagy az Olümposzt, hanem Párizst. Egy mesztelen örömlányt festettél, aki a ruháját maga mellett tartja egy kupacban. Azt akartam festeni, Degas. A szalon emberei azt sem fogadják el, hogy a nők levetkőznek az életben, nemhogy a művészetben. Azt hiszed, a szalonvezetőinek nincsenek szeretői? Mindnek van szeretője, és alig, hanem bordélyházba is járnak. De nem akarnak ilyet látni egy galériában. Hát alaposan megdolgoztattak érte. A társaság megmondja, ha sértve érzi magát. Miért legyek bosszús, ha egy szamár kritizál? Párizs tele van szamarakkal, akik nem hagyják, hogy amit látok, azt fesse. Nem azt akarják látni, amit te, hanem Vénuszt. Én Viktorint látom. Nem értek meg rád. Mikor fognak megérni? Egy darabig még nem. Elvihetsz egy szamarat a vízhez, de gondolkodni meg nem taníthatod. Olyan barátok mellett, mint Degas, Manet-nak nem kellettek ellenségek. A művészet annak képessége, hogy képet készítsünk. Monet? A bőre textúráját figyeltem. Nem rossz, igen, de túlságosan hasonlít a modellre. Ez egy köpcsös ember, maga köpcsösnek rajzolta. Hatalmas a lábfeje, teljesen visszaadta, ronda. Gondoljanak az antik művészetre. Én természet után szeretek dolgozni. A természet befejezetlen. A mestermű 100 tökéletlen modelltől kölcsönöz. Számomra a természet tökéletes. Senkit nem érdekel a természet. Neki itt nagy a lábfeje. Én sokkal régebben vagyok itt, mint maga, és ez nem változik meg egy perc alatt. Hát pedig ez változik. Mert azt hiszi, nagy lábút kell rajzolnunk. Ha azt tennénk, mind másképp rajzolnánk le, és más lenne a lába, ahogy mind különbözőek vagyunk, és a világ is más lesz minden egyes pillanatban. Elegancia, az elegancia számít. Stílus, stílus, stílus. Én realizmust akar. A realizmusnak nincs helye a stúdiómban. Látom magam előtt a jövőt. És tudja mit? Maga nincs benne. Látom, maga szórakozásból fest, Renoir. Ha nem volna szórakozás, én nem is csinálnám. Semmit nem értelek.
Semmi, ami nekem művészet, az nem létezik Glernek. Én elégedett vagyok vele. Én nem bírom tovább. Szerintem a többi diák is elégedett vele. A többi diák csak egy rakás boltos segéd. Moné. Nem maradok itt. Ó, olyan, mint feltámadni a halálból nap után. Szerintem ne menjünk vissza. Várj, gondoljuk meg. Ha nem festhetjük azt, amire születtünk, nyugodtan mehetünk orvosnak vagy szabónak. Legalább közünk van a valósághoz. Szerintem menjünk vissza. Soha. Én soha többé nem megyek oda-vissza. Persze visszamentem, hogy befejezzem azt, amin dolgoztam. De türelmetlenül vártam, hogy kiussak a fényre. A saját mesterem akartam lenni. A Fontainebleau-i erdő 1863. Nem volt egy fillérem sem, de alig vártam, hogy kiussak a szabadba festeni. Közeledünk már. Még egy kicsit tovább. Kezd egyre sűrűbb lenni. Nem tudtam, hogy Manet reggeliét keressük. A butaság az műteremben készült. Még senki sem fejezett be képet kint a szabadban. Mert a legtöbb festőnek két évbe telne megcsinálni egy képet. És megfagynának közben. Nézzétek! Ott! Látjátok, hogy tör át a napfény a leveleken? És az ég a levelek mögött. Senki ne mondja nekem, hogy nincsenek színek az árnyékban. Amikor itt állok, és látom, és képes vagyok lefesteni. Köszönöm. Új színek. Új műterem. Pár alakkal jobb kép lenne. Az emberek elterelik a figyelmet. Az erdőben persze rejtett veszély leselkedett. Kiválóan megragadtad a leveleket. Most már hazamehetünk? Az angol diszkoszvető bajnok ki gondolta volna, ott volt a Fontainebleau-i erdő közepén. Claude Monet ösvény sájjiban. Frédéric Bazille a Fontainebleau-i erdő. Pierre-Auguste Renoir a Fontainebleau-i erdő. Ennek a marha sűrűnek velünk kell jönnie. Bazil, te mit csinálsz? Azt, amit egy művész tehet válság idején. Hogy nagyon betegnek látszak, kobaltkéket kell használnod, meg narancsot. A festés veszélyes mesterség, főleg ha nem vesznek képet. Frédéric Bazille, rögtönzött hospitály. Majdnem elvesztettem a lábam, éheztem, és nem volt lakásom. Az élet sokkal mulatságosabb, ha aggódni kell a pénz miatt. Ez nem valami értelmes mondás. De megmozgat. Nyilván örülsz, hogy senki nem várja, hogy portrét fessünk róla. Te, mi van az orvos barátoddal? Nem kényszeríthet senkit, hogy fessen portrét. Nem is kell, én lefogom őket, te megfestesz. Bazil gondoskodik rólunk.
odaadja neked az ágyát. Inkább adja neked. Neked adja. Vagy megtartja magának. Mit gondolsz? Megvan még neki az a zsák babja? Kis szerencsével mostanra befejezte. Kérlek, Isten, legyen húgs. Uraim, érezzétek magatokat otthon. Renoir, te aludj itt. Tied a hálószoba. Na és te? Nekem itt a sezlon. Biztos? Mire valók a barátok? Jó, de csak rövid időre. Örülök neki, hogy itt vagytok. Ideben minden erőtlenebb. Babot, uraim? Tegnap este is babot ettem. És ma este is babot fogsz enni, amíg ez a zsák ki nem ürül. Aztán következik a lencse. Bőven van festéken. És babod. És tűzifám. És babod. Aki először fel kell reggel, begyújt, én csinálom a reggelit. Moni? Egy pillanat. Mi van a bicegéseddel? Ó... Oh. Ezt az éjséget semennyi babbal nem lehet kielégíteni. Ki az a lány? Fogalmam sincs. Amennyire Párizst érdekli, ezt a képet inkább fogják bűnténynek nézni, mint alkotásnak. Én nem festek csecsebecséket, Degas. Ez a kép élő. Olimpia él. Hol van a mitológiai érzéked? Az nem adatott neki. Ez látszik, kedvesem. Ez a modern Olimpia. A mi olimpiánk. Ilyet nem találsz a mitológiában vagy az ókorban. Tudom, hol lehet megtalálni. Azt is megmondhatom, melyik ajtón kobog. Az mi? Fekete macska. Belzebub személyesen. Kellett valami fekete. Tiziano Vénuszának ölebe van az enyémnek macskája. Az öleb nem szimbolizál semmi hitványat. A szalon remekül fog szórakozni. Honnan vette ezt a fekete háremszolgát? És van képe olimpiának nevezni. Hál' Isten, hogy nem hoztam el a nejemet. A művészet ímére süllyed, a cenzortól jó neki. Egy vézna modell fekszik egy lepedőn. És akkor se tudná mozgatni a karját, ha akarná. A másik nőnek van csontja, izmai és a bőre legalább színes, de ez... Valami másra akar utalni. A valami más... Nem a művészet. Ez a művészet a való emberekről, meg a való dolgokról szól. Lehet, hogy maga a műkritikus Durand, de amennyire én tudom, a valóság és a művészet két egészen külön dolog. Ez feláborító! A művészet megcsúfolása! Távolítsák el! Édouard Manet, Olimpia. Ne vegye le! Még megfullad. Mit csinál ott az alatt? Megvédem a fejem a sértésektől, melyek záporoznak, mint a jégeső. Tudhatta, hogy ez lesz? Nem tudtam. Azt mondta, hogy nem érdekli, mit gondolnak. Ilyen rossz még nem volt. Esernyővel estek a képnek. Tudom. A padlásra kéne dobnom az összes képemet. Azt nem teheti. Én nem hagyom. Nem állít meg. De igen. Botrány volt. Iszonyatos dühvel estek neki. Egy festmény miatt. Az emberek még sose láttak olyat. Egy prostituált, aki a szemükbe néz.
Pimasszul a vászonról. És akkor már joguk van, hogy elkergessék? Maga a műkritikus. Botrányos volt. Elmenekült Spanyolországba. Tényleg? Azt hittem, csak Velázquezt és Goyát akarta megnézni. Az én életemről meg a barátaimról akar beszélgetni velem. Ha jobban tudja, az életemet írja meg, és hagyja, hogy én meg éljen. Nézz szembe a ténnyel, hogy nem tudod befejezni. Akkora, mint a ház oldala. Mondd, mit csináljak? Hogy tetszik? Nem a te színed. Egy családi képet csinálok, ezt az egyik asszonynak béreltem. Miért vagy a földön? Ki ez az ember, aki kócosan és mozdulatlanul fekszik a földön órák óta, és nem mozdul? Egy festő. Kész vagyok. Inkább képletesen, mint szó szerint. 4 nap van a beadásig, és nincs mivel benevezz. Reméltem, hogy eljön. Miért ne jöttem volna? Azt hittem, csak álmodtam a találkozásunkat. Talán álmodta. És talán ezt is csak álmodja. Remélem, nem. Kegyed túl szép, hogy csak egy festő képzeletének szüleménye legyen. Ez a műterme? Egy barátomé. Csak kölcsön adta. A festéket is. Vagyis maga nem egy sikeres festő? Még nem. Még nem csináltam ilyet. Leüljek valahová? Maradjon úgy. De háttal állok. Tegye vissza a kezét. Sajnos egy jó ideig így kellene állnia. Gondoltam, ihatnánk egy kis szilva pálinkát. Köszönöm. Saját főzés. Elfogadom, hogy ez az egész csak egy cikk lesz az ön mondani valójával. Sajnálom, én nem akartam. Nem. Az ember eljut oda, hogy mindenki, aki körülötte volt, meghalt. Így van ez. És aki meghal, itt hagyja a régi vásznakat. Emlékül. Itt hagyják a gyerekeiket. A történeteiket. Mindenkivel ez van. Money! Money! Bevették! A zöldruhás nődet a szalomba! Ó. Oh. Bocsánat. Ez az! Szokatlan és érdekes. Gratulálok! Ez egy csodálatos festmény. Bravo! Köszönöm, de nem küldtem semmit. Remek megállapítás. Csodálatos. Finom, ez a szín. Egyszerűen. És a beállítás? Money. Életemben először gratuláltak egy képért a szalomban. Én úgy tudtam, az idén nem adtál be. Nem is! Ez valami rászedés. Valami hülye, akinek hasonlít a neve az enyémre. Ki ez a Money?
Ki az, aki kihasználja a hírességemet? Nagyon meg akartam ismerkedni Manéval. Biztos voltam benne, hogy megértjük egymást. Én rokon lelket láttam benne. Ő meg egy hasonló nevű idegent. Ő úgy gondolta, hogy elvettem tőle valamit, ami igaz is, de nem úgy, ahogy ő gondolta. Az erőt kaptam tőle, az inspirációt. Mert a nevünkben csak egy betű volt a különbség. Soha nem állt szándékomban bármilyen módon feldühíteni, és mégis iszonyúan boldogtalanná tettem. Miért nem tesz semmit, hogy megállítsa a sarat, amely folyamatosan állat felém? Én írok a munkáiról. Az utolsó cikk a Plasfondom kiállításról. Ezt írja maga a festményeimről. Monsieur Manet bemutatott egy kagylóhéjakon taposó filozófust és egy akvarell Krisztust angyalokkal. De ez nem rossz. Csak hogy semmi! Az én munkáimat rondának, közönségesnek, értelmetlennek nevezik, naívnak. És én ennek ellenére folytattam a festést és próbálom hallatni a hangomat. Minden segítségre szükségem van, különben nem élem túl. Ezt ön tudja, Durand. Én támogattam magát, a botrány alatt is. Támogattam a közönség a márki előtt. Soha nem írtam semmi rosszat a munkáiról. Nincs miért megsértődnie. Bocsánatot kér. Dehogy kért bocsánatot. Nagyon dühös volt. Ám mivel nem volt olyan bátor, mint amilyennek hitte magát, nem az ellenségein töltötte ki a haragját, hanem az egyik barátján. Durand, ne haragudjon, úgy sajnálom. Semmi baj. Jól vagyok. Nem ez volt a legjobb vagy legtisztább párbaj a világon, de vér folyt, a becsület helyreállt. És Manet meg Durand párbaja lassan legendává érett. Az a kép, ami előtt legtovább álltam, a zöldruhás nő volt. Hatalmas erővel beszél az igazságról. Emile Zola. Még pesgőt, én fizetek. Még nem adtad el a képet. Nem, de eladtam egy másikat 800 frankért. Azt az est végére elköltöd, ha lejtő nincs megállás. Hegyre fel sincs. A hegyekre. Bármerre. A hegyekre. A hegyekre. Manet. Mutasd be, Basil. De hát gyűlöl téged. A nevemet gyűlöli. Ne ronts a helyzeten. Ennél rosszabb már nem. Majd nem megölte Durandot. Lehet sokkal rosszabb. Monsieur Manet, szeretném bemutatni egy kedves barátomat. Claude Monet. Vártam, hogy megismerhessem. A művészete. Sokat köszönhetek önnek. És köszönöm a jelentés a jövőt. Maga festette a zöldruhás nőt. Igen, én. Egész jó kép. Hiszen azt hitték, hogy én festettem. Önökkel tartatok? Barátságom, székem! Végre megismerhettem, és nem csalódtam benne. De amikor minden kezdett a helyére kerülni, olyan hírt kaptam, ami megváltoztatta az életemet. Camille! Segítek minden pénzemmel, amim csak van, de... Mellettem maradsz. Hidd el, nem maradhatok melletted, az apám kitagad, és semmim sincs. Ennyit érek neked? Nem. Nem vagyok neked elég jó. Több, mint jó vagy nekem, de pénzre van szükségünk.
Én modellt álltam 4 napon át, amikor kellett a kép a szalonnak. Én ott voltam, amikor kellettem. Elismered a gyerekedet? Mert ha nem, Claude, akkor nincs mit mondanunk egymásnak. Claude. Hazamentem Le Havre-ba, hogy az apámmal legyek. Claude Monet, Port Saint-Adresben. Elnézést. Hol tartottam? A családjánál. Azt mesélte, hogy hazament, hogy együtt lehessen a családjával. Ne haragudjon, nagyon kifárasztottam. Ó, nem, csak az emlékek. A családom nagyon jó volt hozzám. Lelkesedtek minden ecsetvonásomért. Mi lesz, ha meghal? Mi lesz akkor? Mi lesz a gyerekkel? 8. esedékes. Apám azt mondja, hogy szakítsak vele. Azt mondja, tudhatnám, hogy mennyit ér, és mit érdemel. Ó, mit érdemel? Apám támogatása nélkül lehetetlen. Mi van, ha megveszem az egyik képedet? A nők a kertben? Részletekben fizetem ki havi 50 frankot. Nagyon kedves tőled. A dolgok néha másképp alakulnak, mint várjuk. Igaz? És gyakran esküsznek össze ellenünk. De attól mi még kergetjük az álmainkat. A lehetetlen álmokat. Lehetetlen álmokat. Claude Monet, Nők a kertben. Basil azzal, hogy megvette a képemet, segített, hogy helyesen cselekedjem. Camille. Dolgom van. Bementem a szobádba. Mosnom kellett. Ne haragudj. Visszajössz. Ez volt a legjobb és a legrosszabb, amit tehettem. Apám megmondta az aparást, pont úgy, ahogy előre megmondta. A festményekért kapott pénz elment. Camille nagy és gyönyörű fiút szült, Jean-t. Nem volt annyi pénzünk, hogy Párizsban maradjunk. Helyről helyre sodródtunk. Néha azt se tudtuk, hol töltjük az éjszakát. Attól a pár franktól függtünk, amit Basil küldött. Én napközben a szabadban festettem, néztem, ahogy nő a fiam.
idilli látvány volt, a drága kis családom, a folyó, a fények. De nem minden volt ilyen idilli. Addig nem tudjuk, mi a pénz, amíg van. És nem tudjuk, mi a család, amíg nincs. Úgy tűnt, hogy Párizs nagyon messze van. Mindenki ott volt. Küszködve próbálta eladni a képeit. Jó reggelt! Jó reggelt! Monet! Hogy van a kereszt, fiam? A fején biliárdgolyónyi zöld folt van. Fenntartja a hagyományt. Előbb akar futni, mint hogy járna. Egy kávét? Igen. Nem azt mondom, hogy nézd meg hibátlan munkákat, hanem nézd meg őszinte munkákat. Galériát bérelt? Építettem egy istállót. Épített egy pavilont. A művészetben küzdelemmel jár, ha újat akarunk, ezt elfogadom, de a képeimet be kell mutatni. Mivel a szalon csak visszautasít, a saját kezembe kell venni a dolgokat. Hogy tetszik az embereknek? Egyáltalán nem tetszik nekik. Ha minden képét eladná, az se fedezni a veszteséget. Az anyja nem fog örülni, amikor rájön, hogy sose látja viszont a 18 000 frankját. 18 000 frank? Te is megtennéd, ha tehetnéd. Én örülök, hogy dolgozhatok. Reggel megfürdök, felveszem a 9 frank 50 centimos köntösöm, és azt mondom, így él egy munkás. A munkások ritkán viselnek köntöst. Hát attól függ, milyen munkásról van szó. A munka a lélek menedéke. Cézanne, ismered a többieket? Mané, hadd mutassam be Monsieur Paul Cézant. Edouard Mané. Paroláznék, de egy hétig nem moshatnék kezet. Csak egy hétig? Az emberek azt mondják, hogy egy cukortartónak nincs arca, nincs lelke. Még a poharak is beszélgetnek maguk közt. Számomra ugyanolyan érthetetlen, mint a munkái. Nehéz neki társaságot találni. Nem annyira, mint festeni. Tudtuk, mit akarunk csinálni. A való életet festeni a szabadban. És ha nem tudtuk, hogy érjük el, amit az ösztönünk sógott, tovább lendített a többiek lelkesedése. Lakondriában együtt úszhatnak a férfiak és a nők. Azt hittem, csak a fák érdekelnek. Nem lefesteni akarom őket. Van rajtuk ruha. Azt majd megtudod. Na jó, csak nekem ne kelljen. A ruhát az állomáson hagyjuk. Nem tudtad? Adnak egy szekrényt, amibe beteszed. Mi az? La Grenouillère 1869. Na mit szólsz? Én nem öltözöm úgy. Gyere. Mit látsz? Életet, embereket, történeteket. És te? Én látok egy kék négyzetet, egy lila téglalapot. És egy tucat modellt, akit tanulmányozni kell. És ahogy a fény táncol a víz fodrain. Az életet, ahogy éppen élik, a szemünk előtt, ahogy látjuk. Ezt festjük le. Thank you.
színek nagyon hangosak. Tetszik? Persze. Azt hiszem, nagyon eltaláltad. Ettől a pillanattól már nincs visszaút. Abba hagyod? Befejeztem. Nem mondom, hogy nincs kész. Tökéletes. Ez aztán a férfias festés. Csukja be a szemét. Nyissa ki. Mit lát? Egy csokor virágot, mondjuk. Csukja be. Nyissa ki. Lila virágokat, meg sárga virágokat láttam. Csukja be. Tartsa csukva. Mi van a kezemben? Egy csokornyi szín. Sárga. Lila, zöld. Ez volt Lagrenouille. Szemébe néztem a természetnek, és azt láttam, amit akkor azon a helyen életemben először. Ezt nevezte impressionizmusnak. Mint jelenséget, nem mint műfajt. Claude Monet, fürdőzők Lagrenouillénél. Ezt láttam. Megfogtuk a világot, és ezzel együtt valahol a vásznon, valahol a színek és rétegek között ott volt az, amit Renoir úgy hívott, a sorsunk. Pierre-Auguste Renoir, Lagrenouillère. Nem fontos tényleg eljátszani. Egy festményen dolgozom, mégse a mexikói császár kivégzéséről. Francia egyenruhában lévő katonák lövik le. Mexikóiak végezték ki. Melyért harmadik Napóleon császárunk volt a felelős. Ő rángatta a mexikói trónra, és amikor baj volt, cserben hagyta. Eduard maga kiabál. Elnézést. Ilyen időkben óvatosnak kell lenni. Mindig megmondták, mit szabad és mit nem szabad festenem. Hol, mit állíthatok ki? Hol a művészet, ha nincs igazság? Teljes cenzúra vette körül. Nem csak a kép kiállítását tagadták meg, de mindenféle nyomtatást megtiltottak. Olyan volt nekünk, mint egy útjelző, mutatta, merre menjünk. Edouard Manet, első Miksa császár kivégzése. Ez nevetséges. Intelligens emberek évről évre kiteszik magukat a szalon packázásainak. Amikor pedig a kitüntetések és díjak egyáltalán nem jönnek szóba. Mi más tehetnénk? Azért küldünk be munkát, mert kell, nem azért, mert akarunk, mert nem tudjuk máshova küldeni. Tőlem egy képet fogadtak el, ez volt minden. Igazad van. Nem keresünk, nincs sikerünk. Magányosan végezzük, hatásunk se lesz, ahogy Manet mondja. Kiállítást kéne tartanunk, mint Manet. Az egy katasztrófa volt. Az mindegy. Te, Renoir, én, Degas, Cézanne, Manet. Béreljünk egy műtermet, ahol kiállíthatjuk, amit akarunk. Úgy tesszük fel, ahogy mi akarjuk. Ki finanszírozza? Manet anyja. Beszélek a családommal. Igazán? Nagyon vonzó ajánlatunk van. Igazán? Nekünk nagy sikerünk lesz. Minden megváltozott. Pont amikor úgy tűnt, megtaláltuk az utat. Nem is sejtettük. A fiú hogy lép, az aprócska láb erre jár, nézd, hogy lép, 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 és mindjárt... Összeházasodtunk Camille-jel, 1875 írtunk, június 18-at. Nász útra mentünk Troavibe, amikor kitört a háború, és minden megváltozott. Harmadik Napóleon hadat üzent Poroszországnak. Minden olyan hirtelen történt. A barátaim, mindenki más-más irányba szóródott szét. Ostobaság! Végig gondoltad egyáltalán? Igen. Mi lesz, ha megölnek? Erre is gondoltál? Persze, de pár hét is vége a háborúnak. De nem tudhatod! Ha nem akarjuk, hogy a császár elfoglalja a hazánkat, harcolni kell. De nem neked! Érdekem, hogy megvédjem Franciaországot. Nem várhatom, hogy más védje meg helyettem. Miért kell mindig becsületesnek lenned? Miért nem hagyod, hogy kivételesen más csinálja? Légy rám annyira dühös!
Párizs ostromakor Degas-t és Manet-t besorozták a nemzetőrségbe. Azt mondják, a poroszok közelednek Párizshoz. Biztosan kiéheztetnek. Vagy az, vagy a himlő. Azt hiszem, nem bírom ki Degas. Gyerekeket küldenek a csatába. Fiúkat. Halálosan szomorú. A henteseknél szereztem. Mi az ló? A lovakat már megették. Patkány. Ha túl leszünk rajta, feltálaljuk megmaradt gyáváknak. Nem akartam én cserben hagyni a barátaimat. De nem róla volt szó. Sokan elmentek. Vigyáznom kellett a családomra. Nekem az volt a fontos. Camille és Jean Angliában csatlakoztak hozzám. Találtam egy helyet, ahol lakhattunk. Miért, Jean? Ez Anglia. London a szürkeség állandóan változó árnyalataival nyűgözött le. Claude Monet a Temze Westminsternél. Rengeteg keverék egyetlen palettán. Nincs különlegesebb ország egy művésznek. Claude Monet a Temze Londonban. Gyakran gondoltam franciaországi barátaimra. Szegény Renoir-t besorozták, és súlyos vérhast kapott. Basil Burgundiába került. Burgundia, 1870. november 28-a. Az apja ment el Burgundiába a holttestéért. Imádta a fiát. Egy árokban találta meg a holttestét. 29 éves volt. Az első naptól a legjobb barátom. Mindenét odaadta. Híres művész lett volna belőle. Frédéric Bazille, a festőműterme. Frédéric Bazille, családi találkozás. Frédéric Bazille, nyári jelenet. Újra megtaláltuk a témánkat, amikor visszatértünk. Rátaláltunk. És ön mihez tért vissza? A fényekhez a vizen, a felhőkhöz az égen. Éveken át küzdöttünk, és amikor úgy tűnt elérkezett az idő, kiderült, még messzebb kell mennünk.
Jó napot! Monsieur, Claude Monet vagyok, szeretném lefesteni az állomást. Hát azt nem lehet! Magának nincs jövője. Azt mondták, hadat üzentünk a szépségnek. Szükség van a szalonra. Anélkül hogyan adjunk el? Szerintem gyújtsuk fel. Egy saját kiállítással. Ahol nincs zsűri, nincs márki. Azt festünk, amit akarunk, eladjuk, amit tudunk. Jean, kérlek! Már látom a színeket, a fényt. Ez lesz a legszebb festményem. Amikor ezt csinálom, rendszerint férfiak bámulják a testem. Nem tudja, mikor hagyja abba. A tehetség zseni. Igazságosnak lenni. Szerinted úgy kéne festenem, mint Monet? Egy szempillantás alatt felkeni. Degas! Szemet arra! Szeretem a családomat! Szeretet, család, de csak egy szívünk van. Gyertek, keressük meg a legjobb helyet a piknikezésre. Nem lenne szabad senkinek szenvedni. Kami. Thank you.